Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Csak azt érdemes megcsinálni, ami nincs, mondta Hamvas Béla. Looking back, I've been taught to pay attention to the interpersonal relationships and how they build community or destroy community. And I realize there is some entity that loves to step in between people's relationships and divide them. And this critter is, as it were, always present. There are different ways of saying things. Sziasztok! Az utóbbi napokban küldözgetnek nekem egy videót, ahol egy felújított kastélyban három köztiszteletben álló embert hoztak össze, köztük egy asszonyt, hogy a magyarság jövőjéről beszélgessenek. Láthatóan mindenki sziporkázott ott, a közönség többször felnevetve itta a szavukat, a gondolataikat ezeknek az embereknek. Bennem pedig a düh és a keserűség hullámai mozdultak meg. Azért szólalok most meg, mert ki kell mondani néhány dolgot, akár vállalva a támadásokat is, ahogy ez szokott történni velem, mert hogy is mondja a szép magyar nyelv? Mondd ki az igazságot, és betörik a fejed. A szereplők közül kettőt személyesen is ismerek, a nőnemű személy pedig kétszer keresett meg engem, nem is olyan régen. Akik ismernek engem, tudják, hogy nem szoktam pletykálni, hanem a tények alapján szoktam, vagy igyekszem megnyilatkozni. És a tények pedig igencsak makacs dolgok. Az előző videómban jeleztem, hogy a kulturális kreatívok filmjei megjelenése, azaz úgy 15 év óta figyelem, ahogy sokan, és köztük ez a nő is évről évre a sajátos stílusában okítja a népet. Mindezt a steineri életműre felkapaszkodva. Aztán telnek az évek, és szünet nélkül ismételgetik az aktuális világhelyzetre ráhúzott gondolatokat, mondják az okosságaikat, rettegjünk együtt jeligére, közben pedig szépen felöltöznek, előadnak, járják az országot, stb. De közben arról mélyen hallgatnak, ahogy annak idején például az Őrségben hogyan verték szét a saját közösségüket. Láttam, amit láttam. És persze közben továbbra is ferdítenek, hazudnak a saját kiadású könyveikben, egymást ekézik, egymás háta mögött a mai napig, ja, hát igen, cseszegetik egymást, és az általuk szétvert közösségükről leszakadt szilánkok például gyermekotthont alapítottak, persze mások pénzéből, melyet aztán ők is tönkretettek, és bezártak, és bezárva tartják a mai napig is, hogy véletlenül se tudjanak mások gyógyító tevékenységet folytatni. Inkább legyen az enyészeti az ingatlan, miközben továbbra is vezetik a szektájukat Budapesten. És így tovább. Nos, ezeket mind láttam. Közvetlen közelről megtapasztaltam. Egészen pontosan azt, hogy milyen az, amikor az emberek ismételgetik mások hatalmas életműveit, és utána próbálják tanítani, próbálnak azokon az alapokon élni, amikről papolnak. De valami mindig félre megy, és aztán tönkreteszik egymás életét is. Magyarázat persze mindig mindenre van. De nem, ők sose hibáznak. Hát ők sem voltak kreatívak, sem kulturáltak, legalábbis szerintem. De aztán ezek mindig tovább lépnek, maguk mögött hagyva a romokat, és továbbra is bőszen folytatják áldatlan tevékenységüket. Mint a korábban említett videóban szereplő asszony is teszi a mai napig. Láthatóan még mindig kélyes örömmel. Arról persze nem szól a fáma, hogy nálam is bepróbálkozott kétszer ez a nő, felhasználva, megpróbálva felhasználni engem is a céljaira. De ekkora már túléltem, szó szerint túléltem, néhány igencsak befolyásos beteg lélek kamikaze akcióit irányomban. Úgyhogy ez a videón szereplő idős hölgy nem talált rajtam fogást annó, mert gyorsan kibukott a lóláb. A habatortán pedig az volt, amikor tegnap előtt a YouTube feldobott egy másik videót. Azt már nem küldözgették nekem, hanem az algoritmusok mögött álló ármány katonáinak a humorát véltem felfedezni. Szóval elkerekedett szemmel figyeltem, hogy a nyíregyházi kosárközösség egyik prominens képviselője, szintén egy hölgy, akit ugyancsak személyesen ismerek, túlságosan is jól,
Most ez a hölgy éppen a Mi Hazánk politikai párt legújabb fenegyerekével keringőzött egy színpadi beszélgetésen, természetesen a magyarság jövőjének megmentése céljából. És a jelennel mi lesz, kedveseim? A jelennel. Arról, mintha mindenki elfeledkezne. Ti miért a jövőben éltek, drágáim? Illetve ti miből éltek? De mi is az én bajom tulajdonképpen ezzel az egésszel? Nos, a bajaim egy részét nemrég egy 6 podcastból álló sorozatban, Erdélyben, egészen pontosan Déván, az ott élő asztalos barátommal megtárgyaltuk az ő rádió stúdiójában. Az Artisan Blues rádiójának a stúdiójában. Ugyanis Muzsi Attila barátom is kiismerte ezeket. Én úgy látom, hogy a bajok egy része az, hogy kialakult egy kör, egy ilyen címeres gengszterek köre. Ezeken belül a szellemi bűnözők, vagy csak a nettó gazdasági pribékek szabad garázdálkodását lehet látni. És ez persze mindezek az emberek vagy mások életművének a köntösébe burkolózva, és így megtévesztve a jó hiszemű embereket, még mindig sok éve osszák az igét. De olyan rafinált módon osszák az igét, hogy ők az áruhájuk alól azt jelzik kifelé, hogy mozdulni kell, valamit tenni kell. De aztán a hatalmuk abban áll többek közt, hogy a gyakorlatban pont a tettek mezejéről rettentik el a hallgatóságukat. Na ez a művészet, kérem szépen. És bizony mondhatnék neveket. Sok mindent láttam belülről is, de nincs kedvem bíróságra járni. Ezért még tartózkodok neveket kimondani, de lehet, hogy ennek is eljön hamarosan az ideje. Ki tudja. Hiszen az igazi hatalom a média. Ti csak tudjátok. De miért is vállaltam be ezt a kis monológot most? Mert ez itt a kérdés. Hát azért, mert a gyümölcséről ismerszik meg a fa, nem de? És ahogy az előző videómban jeleztem, eltelt 15 év a kulturális kreatív filmjeim óta, és ez egy jó lehetőség lehet, ne? Hogy megálljunk, és figyeljük meg, hogy ki mit mondott akkor, mi történt velük, velünk, és most hogyan tovább. Na itt van, kérem szépen, az ebb elhantolva. A korábban említett YouTube-os, a kastélyban felvett videóban szerepel még egy úriember, akit viszont nem ismerek személyesen, a két másikkal ellentétben. Viszont erre az emberre felnézek. Jól lovagol, jól íjászik, és közösségépítő is. Nem mások filozófiájából él. Viszont szomorúan néztem magam elé, hogy neki még mindig az a nagy eredmény, ha különböző gondolkodású emberek egy asztalhoz tudnak ülni és képesek beszélni. Idő, fiúk, idő. És igen, szomorú lettem, amikor őt hallgattam, mert ez a vonat már elment. Mert szinte csak a szájtépés megy hosszú évek óta. Ahogy más emberek más korokból származó ideáit próbálják erőltetve, manapság, ugyanúgy megvalósítani, mint az akkor elhangzott másik világhelyzetben, és persze közben egymást nyírja szinte mindenki. Sarkítva, de így látom én ezt. És ezért a gondolataimért, tapasztalataimért én vállalom a felelősséget. Azért is, mert amióta egészen pontosan 6 napja kitettem a Kulturális Kreatívok 2.0 videómat, egyre többen keresnek meg engem telefonon, e-mailben, és hasonló dolgokat mondanak el nekem, elkeseredve. Miközben a kapa az egyik kezükben pihen, és a közösségük meg vagy már nem létezik, vagy éppen most csinálják ki egymást. Én meg az egy őrült naplója bloggere, korábban mint a Kulturális Kreatívok filmek producer rendezője, még mindig tartom magam a szarvihar kellős közepén, mert szerintem a pornép, és úgy érzem, hogy még én sem ezt érdemeljük. Kameráimmal én továbbra is bemutatom, amíg bírom szusszal, még mindig nagy látogatottságú fejleteimen azokat a dolgokat, praktikus, működő kezdeményezéseket, amiket ezek a szellemi materialisták, akikről korábban beszéltem, eddig nem voltak képesek egészen a mai napig összehozni. Csak kéjelekbe is, másokat megtévesztve, pofázni. Na, abban profik. Mert ugye arról nem esik szó, hogy mostanában, Dániában és Svédországban biodinamikus parasztok, gazdák létrehozták a saját etikus bankjukat. Arról sem esik szó, hogy a közösségi pénzekkel hol és hogyan élnek túl a nagyvilágban. Mert filmjeimben elmentem messzi országokba is, ahol használják a mai napig a helyi pénzt.
Nem úgy, ahogy ezt Magyarországon annó Hamvában holt kezdeményezés lett. Persze már akkor, 2012-ben a Maya kalendárium világvége cunami rettegésében kellett ugyanazokat a szellemi gengsztereket hallgatni, akik ma is kélyes gyönyörrel az arcokon dobálják a sájaikat a nyakuk körül. Közöttük páran lassan már megtanultak mosolyogni is, miközben tovább szajkózzák persze a rettegjünk együtt mantrát, mert itt a világ vége, minden összeomlik, és így tovább. Azt már csak csendesen kérdezem én, hogy is van az, hogy ezek a szellemi emberkék rettegnek legjobban a haláltól, miközben azt kiabálják mellüket verve, hogy a halál pedig nem is létezik. Hogy is van ez? Na, Rudi bácsi, Steiner úr, őket hívta a szellemi materialistáknak. Őket is a helyükön kellene kezelni, drága feleim. És először egymással kellene megtanulni tisztelettel, alázatosan és jó szívűen viselkedni. Nem lenézni egymást, kiki a saját szellemi magaslatairól, hanem érdemes lenne ismét megtanulni az alap dolgokat. Köztük a takarítást is, de szigorúan csak a saját portájukon elkezdve mindenkinek. És utána szépen lassan, kis koncentrikus körökben kifelé. Talán már így beindulhat valami. Ha meg esetleg valakinek kedve szottyant szerény személyem további inzultálásához, azt óvatosságra inteném. Mert ha jó kedvemben kapnak el, akkor tényleg borítani fogom azt a bizonyos bilit, és egy ország fog csámcsogni egy jó ideig a történeteimen. Akár még a privát életem bugyrai kapcsán is, melyekhez kellemes és érdekes dokumentumokat tudok csatolni. Az indexesek, az átlátszósok, stb. Örülni fognak nekik. Úgyhogy hajrá, fiúk, lányok!